mi sem bizonyította jobban a klub nagyságát, mint a Tolnai Városi Sportcsarnokban felragasztott rengeteg kép és eredmény. Gálné Víg Zsuzsanna munkája nélkül nem valósulhatott volna meg az esemény. Szeretnénk bemutatni a régi kézilabdásoknak, akik már csak esetleg tévéből nézik a közvetítést, vagy kimennek mérkőzésekre, hogy a mai kézilabda már mennyivel más, hogy már mennyivel korábban kezdjük a kézilabdát, vagy a labda szeretetet oktatni. Így óvodások bemutatója, kisiskolások bemutatója lesz a programban, és lesz egy komoly feladatunk is. Schmidt tanár úr, ahogy mindenki ismeri, egy emléktáblát szeretnénk a tiszteletére felavatni. Ahogy említettem is, Tolnán Vörös Lobogó néven, Tolnai Vörös Lobogó néven már 54-55-ben volt kézilabda. Lehetséges, hogy volt előbb is, de nem találtam róla anyagot. És Mözsön viszont 57-től Schmidt tanár úr került az iskolába, és így kezdte oktatni ő a kézilabdát, aztán a mözsi TSSK vette át a csapatokat, férfi-női szín mind a két korosztályba. 1982-ben akkor egyesült a két egyesület, tehát a mözsi TSSK és a Tolnai Vörös Lobogó. Tolnai Vörös Lobogó néven maradt, viszont a kézilabda mérkőzéseket a Mözsön játszották a bitumenes pályán még a TS mellett, és utána nagyon 65 körül már volt MB2-es, a Tolnai Vörös Lobogónak MB2-es csapata. Aztán a mözsiek is követték ebbe őket, 80 és 82-84-ig volt ugye MB2-es csapat, és utána a következő évtizedekben, hát itt fönt vannak a statisztikák, hogy mikor, így most fejből konkrétan nem tudom. Szerettünk volna minden egyes évtizedre egy valami kézzel fogható kis adatot, fényképeket gyűjtöttünk a játékosokról, amit most itt kiállítottunk, és 55-től 2021-ig 10 évenként elosztásban megmutattunk, és hát úgy látom, hogy nagyon jól nosztalgiáznak a volt játékosok. Berta Zoltán alpolgármester és a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke volt az első, akiben megfogalmazódott a gála megrendezése. Hónapokkal ezelőtt fogalmazódott meg, és kerestem meg Víg Zsuzsát, a Tolnai Kézilabda Klub elnökét egy olyan ötlettel, hogy kellene itt Tolnán Mözsön egy kézilabda fesztivált tartani a hajdani kézilabdások, a kézilabdát szeretők körében. Ennek az apropója az volt, hogy ugye különböző közösségekbe járva, vagy szülőtársakkal beszélve, gyakorlatilag nap mint nap felmerül itt a városba a kézilabda, a kézilabdás múlt, a kézilabdás jelen. Ez volt az ötletadó számomra, hogy hozzuk össze ezt a közösséget, hiszen városunkban a kézilabda több évtizedes, több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Kezdődött Mözsön, még szabadtéren, kinti pályán. Én ezeket csak emlékekből tudom, de járva a nyugdíjas klubokba, idősebbekkel, szépkorúakkal beszélgetve nagyon-nagyon sok élményt közvetítettek irányomba. Egészen addig ugye lányom is itt kezdte el a kézilabdázást óvodáskorában, ebbe a csarnokba ismerkedett meg ennek a játéknak az alapjaival. Gyakorlatilag ezek voltak az ötletadók, hogy próbáljuk meg összehozni ezt a közösséget, megbecsülni az értékeinket, hiszen látható már most, hogy érkeznek a vendégek, hogy nagyon szép számmal fognak a mai rendezvényen itt lenni, részt venni, és azért ne feledjük el, hogy az egyik legeredményesebb látványcsapatsportról beszélünk Magyarországon, hiszen mind a női, mind a férfi kézilabda válogatottért szurkolunk majd az olimpián, hát ha egy éremmel gazdagítják majd a kollekciót. Megmondom őszintén, hogy az egyesület, amikor megkerestem Zsuzsát, abszolút magáévá tette ezt az ötletet, és egy olyan remek programot, programsorozatot építettek föl, hogy ámulok, bámulok. Nyilván fontos az, hogy a gyerekek tekintetében meglegyen a játékosság, a játék, a sport szeretetének a kialakítása, hogy ilyen csúnya szóval éljek, hiszen majd utána ez talán végigkíséri az egész életüket. Jó közösségben vannak, barátokat szereznek, ezek évtizedeken keresztül el fogják kísérni őket, illetve hát megismerkednek egy sportág alapjaival, megismerkednek a mozgás, az egészséges életmódnak az alapjaival, mi megint csak reményeink szerint végig fogja kísérni az életüket. És jó látni, hogy az egész piciktől, óvodásoktól, hát a szépkorú, akik vagyunk itt, tehát ez a sport, mondhatjuk, hogy tényleg kicsiktől a nagyokig összeköt mindenkit.
Először, de terveik szerint nem utoljára szervezték meg ezt a rendezvényt Tolnaiak és Mözsiek, ahol múlt és jelen kapcsolódott össze a kézilabdának és a résztvevőknek köszönhetően.